Köszönöm szépen. Az, amiről beszélni fogok, az egy kis módosítást tettem, mert még két nevet föltüntettem. Ez egy egyeztetési anyag, ami elkészült, gondolom sokan ismerik, a elmúlt év második felébe készült el. Kb. 40 ember közreműködő szerepel hátul ezen, és azt a két embert, aki a legtöbbet dolgozott, és nem én vagyok, hanem a másik kettő, benne azokat úgy gondoltam, hogy méltányos föltüntetni azért is, mert végül is sok esetben egy közösen végzett munkáról lesz szó. Ugye erről a tervről van szó, a Budapest Közlekedés-Fejlesztési Stratégia egyeztetési anyaga, amit megelőzött egy konzorcium által végzett felülvizsgálat 2013-ban, amit tulajdonképpen ugyanazok végeztek, akik 2008-ban elkészítették az előző Budapest Közlekedés rendszerének fejlesztési tervét, illetve még korábban is készítettek ilyen tervet. Ebből a Balázs Mortervre, mint VMT-re, illetve a felülvizsgálatra fogok néhányszor utalni. Az én státuszomat is tisztáznom kell, ugye én nem egy BKK-s előadó vagyok, viszont két évvel ezelőtt kerültem bele a történetbe, mint független értékelő, aztán sok mindent megfogadtak abból, amit én az Ex-ante értékelésbe beírtam, és azóta is közreműködöm, tehát most már nem mondhatom magam függetlennek, tehát vállalhatóan mondom, amit mondok. Ezzel együtt nem a tervet fogom ismertetni, hanem a tervkészítési folyamatból néhány sztorit vagy mesét fogok elmondani. Nevezetesen arról, hogy a célrendszer honnan jön, hogyan épült fel ez a célrendszer, és esetleg, ha van idő, akkor a társadalmi egyeztetési folyamatból néhány tanulságot. Ugye azt kérem, hogy majd 10 perccel is a vége előtt egy jelzést kérnék szépen. Tulajdonképpen teljesen logikus, nem is kéne sokat magyarázni, hogy a célok kialakításának milyen forrásai vannak, de mégis nagyon sokszor azt hiszik, hogy a problémákból és a probléma fából kell átfordítani a célfát, néha nagyon mechanikusan. Ezzel szemben hangsúlyozni kell, hogy a közlekedési problémákon kívül a főváros célrendszere nagyon meghatározó, és a nemzetközi trendek, amiket ma is látunk különböző példákat rá, az is nagyon meghatározó. A BMT-nek a tervezői úgy döntöttek, hogy a jövőképként és átfogó célként a főváros által készített városfejlesztési stratégiának, a koncepciónak a célrendszerét veszik át. Ez tulajdonképpen magától értetődő kellene, hogy legyen, hogy nem lehet, hogy az energiaügyi osztály, meg a oktatási, meg az egészségügyi osztály mindenki külön jövőképet határoz meg Budapestre és aztán csinálja. De mégsem volt ilyen magától értetődő, mert közlekedés tervezőkön belül nagyon komoly harcot kellett ezért folytatni, mert azt mondták, hogy mi jobbat tudunk, mint amit a város meghatározott. Ugye ez egy abszurd dolog, akkor azt ott kell érvényesíteni, de nem lehet az, hogy egy másik jövőképből induljon ki a közlekedés tervező. Tehát ez nagyon fontos, és ezt aláhúzom még egyszer. A fő célok, amit a közlekedésnek szolgálnia kell, azok nem közlekedési célok, hanem a városnak, áttételesen persze az országnak a céljai, tehát nem csak a közlekedési célok. Aztán utána a célfának a következő szintjein, majd később látjuk, hogy lesznek közlekedés specifikus célok. Előtte még, akkor nézzük ezeket a forrásokat. Itt lehet tanulni a nemzetközi tapasztalatokból. Nagyon sok ilyen brosúra van, az elmúlt 10 évről összeszedtem párat, ami ebből ez 2004-es, ez 2013-as, stb. Ezek mind az egész város, nem részterülettel, hanem az egész városnak a közlekedési, fenntartható közlekedésével foglalkoznak. Ez, most éppen ez a legújabb divat, és ez kötelező is lesz a SUMP, vagy SUMP, a fenntartható városi mobilitási terv készítése. Ebből egyet itt bemutatok külön is. Nem, kettő. Ez 10 éves, és szoktam mutatni franciák, hogy milyen konzorcium készített, németek, osztrákok, olaszok, belgák, spanyolok. Aztán itt egy másik,
az holland, stb. Stb. Csupa nyugat-európai cég. Ugye rossz májjal még odaírtam, hogy ők osztották el az EU-s projekt pénzeket. Ezekben mindig egyébként nagyon hasznosak, ez 100 oldal, vagy fönn van valahol több, szép fényes papíron, ezek a bizonyos best practices, jó példák. Mindenkinek ajánlom, csak éppen nem lehet ebből tervet csinálni. Mi a probléma velük az, hogy csak a jó megoldásokat adják, a hibákat nem, hogy hányszor buktak bele valamibe, azt nem lehet belőle megtanulni, hogy mindent olyan nagyon szépnek látnak, és hogy esetleg Bulgáriában, vagy Romániában, vagy Magyarországon nem működik az, ami Hollandiában például aktuális is működik. Most ez a SUMP, ez egy 11 főbb pontból és 32 részletes pontból álló listát is ad, ami borzasztó veszélyes. Nem fogom most részletesen elmondani, de a gondos előkészítésnek a részének tekintik a mobilitási helyzet elemzését és forgatókönyvek felvázolását, holott ez egyáltalán nem előkészítés, ez nagyon lényeges tartalmi elem a helyzetértékelés és a helyzetelemzés, erre majd mondok példát. Aztán nagyon szeretik ezt a smart célokat, hogy célok legyenek specifikusak, mérhetőek, átláthatóak, reálisak és teljesíthetők, ugye ez a magyar műfordítása. Aztán a participációt beleveszik, de úgy, hogy lakosság és más érintettek tájékoztatása. A smartokra egy kis kitérő, ugye ez a magyar fordítás, ez az eredeti angol, ahol nem sikerült lefordítani a time bondot, a teljesíthetőt helyette. De találtam egy olyan irodalmat, ahol az angoloknál megnézték, hogy mi mindent jelent, és millió szót beletesznek. Tehát egyszer kitalálnak egy jó, megijeszthető kifejezés, hogy smart célok, és utána mindenki azzal tölti fel, ami neki fontos. Tehát az egész megfordul, és már ilyen papagájszerűen ismételgetjük a smart célokat, miközben néha értelmetlen is. Ugye vannak egy tervnek vagy stratégiának átfogó célja és specifikus célja. A specifikus célok persze legyenek specifikusak. Az átfogó célokat nem kell specifikusak mondani, tehát nem is mindig követhető. Ezt csak arra mondom, hogy fontosak ezek az irányelvek, de észre kell követni. Itt is van egy jóváhagyási lépés, nem tudom én, a 25. pontban, hogyha 32-t veszünk. Aztán hárommal később az érintettek tájékoztatása és bevonása. Tehát ez magának az EU irányelveknek is ellentmond. Azért azt hangsúlyoznám, hogy nem kell ezeket teljesen, vagy nagyon nagy hiba az, hogyha ezeket kipipálva kérik, hogy ezeket mind teljesítsük, ezeket az alpontokat. Ehelyett inkább az átfogó képnek a megértésére és megértetésére lenne szükség, tehát nem annyira a tennivalók részletes listájára, hanem mire is. És itt most ma már szó volt tulajdonképpen erre, mi az, ami a fenntartható mobilitástervnek nagyon fontos, a participáció, részvétel, az együttműködés a felek között, ez Magyarországon nagyon nagy lecke, és ahol nem megy semmiben. A prioritásképzésnek a módja, erről még most beszélni fog, és a értékelés, monitoring, indikátorrendszerek léte. De legalább ilyen fontosnak tartom a fenntarthatóságnak, az integrációnak és az alkalmazkodásnak a megjelenését. Ma már szó volt erről az autónak tervezett városról, ugye többen is emlegették. Itt is én azt gondolom, hogy a nagy képbe ezt kell, a big picture-be ezt kell látni, tehát ezt a 60-as éveknek, amikor az autónak tervezzük a város, vagy a nem autóra kitalált várost áttervezzük autósra, és a modernitásnak ezeket az elemeit, a széttagoltsága, amikor ágazatonként nézzük, mindig csak egy valamire koncentrálunk, egydimenziós, az autóra koncentrálunk, ágazati beszélünk nézőpontot, illetve hogy az optimális, a tervezett, a kiszámítható, majd mi megmondjuk, hogy milyennek kell lenni, és akkor ezt megcsináljuk. De még a gazdaságos is néha ilyen előretolakodó, vagy túlzottan előretolakodó szempont. És helyette mik a posztmodern, vagy posztindustriális értékek? Az integráció, kooperáció, partnerség, hálózatosodás, konzultálás, beágyazódás, adaptáció, kölcsönös függés, sőt, olyan értékek is vannak, ami a másik rendszerben negatívnak számít, a puffer, ugye a tartalék, hogyha túl sok tartalék van, az káros,
párhuzamosnak tűnik, a redundáns, a párhuzamosság, mindig küzdünk a párhuzamosság ellen, akkor ott egy másik logikával, a túlélési logikában ezeknek a párhuzamosságoknak, puffereknek, éppen hogy túlélés a diverzitásnak, éppen hogy pozitív jelentése van, hiszen a megváltozó, a változáshoz való igazodás éppen ez azt teszi lehetővé, hogy nem csak az van benne a rendszerünkben, amire az készült, arra az egy elképzelésre, hanem valami mást is tud. Tehát a túlélés logikája a tervezettel szemben, amikor csak egydimenziós tervezettségről, és a felhasználó szempontja nagyon fontos a posztindustriális világban, az üzemi, üzemeltetői érdekeknek az előtérbe kerüléséről szemben. Szintén csak nagyon röviden, illetve ezt igazából át kéne ugorni, hogy 13-ban készült az Európai Unióban is egy irányelv együtt a versenyképes forráshatékony városi mobilitásért. Nyilván ez az alapja, és inkább ezt kell nézni azért, mint a számoknak a 32 pontját önmagában. Ez egy dokumentum, annak egy háttértanulmánya, és ahhoz készült különböző dokumentumok, nem érdekel, csak jelzem, hogy ez itt megtalálható, valaki keresi. Tulajdonképpen ugyanazokat a szavakat hangsúlyozza, a hozzáférhető, az alapvető mobilitási igények, egyensúlyt teremt az eltérő igények között, közlekedési módok, jobb integráció, fenntarthatóság, hatékonyság, kihasználja város, stb. Aztán a végén van egy dolog, amire felhívnám figyelmet, hogy az már nem úgy van. Tehát itt azt mondja el, hogy mik a céljai, miért fontos a városi mobilitás terv, és azt mondja, hozzájárul a transzeurópai közlekedési hálózat és az egész európai közlekedési rendszer általános teljesítménye a javításához. Hát ez nem így van. Ugye az európai közlekedési rendszer és a transzeurópai hálózatoknak kell hozzájárulni a városi életnek a javításához és az emberek életének a javításához, nem fordítva. Ez egy ilyen, régen mondtuk, hogy vörös farok, ez egy ilyen kék farok, hogy az EU-nak miért jó az egész, valaki oda be akarta tenni. Itt is azért óvatosan kell nézni, hogy mit veszünk át és mit nem ezekről. Na, a harmadik forrása a céloknak az a problémák, a plusz problémák, ezt egy a problémafát egy ilyen furcsa rendszerbe próbáltuk betagolni, most erre itt nem térnék ki, azt inkább elmondom, hogy a felülvizsgálatban még, amikor 2 évvel ezelőtt kezdtem be, vagy talán először találkoztam vele, és aztán ennek egy része javításra is került, akkor a problémák, kulcs problémák között ilyeneket találtunk, hogy a külső körülmények megváltoztak, hogy a közlekedési kapcsolatok hiányait az okozza, hogy a fejlesztésekkel nem sikerült követni a növekvő igényeket, és nem építettünk elég közutat az autóknak, és a közlekedés működtetéséhez megfelelő források állandósult hiánya. Mi a közös ezekben a dolgokban, hogy minden a hibákat valaki más követte el. Tehát ugye a világgazdaság megváltozott, az állam nem ad pénzt, és az autósok meg egyre többet autóznak, és mi nem tudjuk követni őket. Most ezzel szemben nagyon sok tekintetben a plusz problémákban részesek a tervezők, a rossz tervek is. Tehát az igaz, hogy nem volt elegendő pénz, mondhatjuk, hogy működött képesség fenntartását veszélyeztető mértékű államromlás oka, hogy nem volt pénz, de ha közben Budapest épített 450 milliárdért egy 4-es metrót, akkor nem lehet mondani, hogy az ágazatban nem volt pénz, akkor forrás allokációs probléma volt, hogyha másra költöttünk. Ugyanígy a többi is, ilyenesek, amit közös ezekben megint, ezek ilyen széttagoltságot és alágazati gondolkodás, stb. Jeleznek, és tulajdonképpen az egész célrendszerben ezt kulcs problémának tekintettük is erre, épültek a változtatási irány, a fő változtatási irány, úgyse volt integráció, mégpedig, ami a trend, nem ez a trendekkel is összhangban van, mégpedig háromféle integrációt jelöltünk itt meg. A közlekedés fejlesztés, mint szektor integrálása a városfejlesztésbe, ezt az elején is mondtam, hogy a célokat nem lehet attól függetlenül meghatározni. A térbeli integráció a város és a város környék között, ugye ez Budapesten kényes téma, mert a BKK az pont nem foglalkozik, csak a város határig, de előtte volt egy 10 évig vagy 15 évig kísérletek folytak a Közlekedési Szövetséggel, hát azért erre szükség lenne.
És az integráció a közlekedésen belül, ami a módok között integrációt, illetve a fenntartás és fejlesztés között integrációt is jelenti. Na, így, mint mondtam, ezek a célfában, tehát ezek az integrációk épülnek be. Az integráció a város fejlesztésen belül az illető városi környezet címen, az integráció a helyi regionális között a kooperatív térségi kapcsolatok címen, illetve integráció a módok között biztonságos, kiszámítható közlekedés, mint cél. Itt ez az ex-ante vizsgálatban van, hogy vajon a kulcs problémák és ezek a célok mennyire fedik egymást, mennyire oldanak meg kérdéseket, ezt csak jelzem, tehát készült egy ilyen ellenőrzés is. Majd pedig úgy folytattuk, hogy ezt a háromféle még mindig elég általános, de már a közlekedéssel kapcsolatba hozható célt hogyan folytassuk. Ezeket a célokat négy beavatkozási területen lehet érvényesíteni, az infrastruktúra, a járművek, a szolgáltatások és az intézmények terén. És először ez így ment volna tovább a táblázat, és akkor itt elakadt a tervezés. Részben azért, mert ugye mindegyik célt mindegyik beavatkozási területen lehet, egészen pontosan nem lehet így folytatni. Másrészt ugyanabban a csapdába estünk bele, amiben korábban a felülvizsgálatnak a célfája. Nem mondok végig, de az egyik helyen az áruszállítás és személyszállításra koncentrált a nemzetközi forgalom kapcsán, vagy az országos forgalom kapcsán. De az áruszállítás nem jelenik meg máshol, az a city logisztikában meg máshol is meg kéne jelenni. Tehát a célok és ezek a kategóriák, amik vannak a közlekedésben, hogy személy, áru, módok, stb. Ezek ilyen területi bontás, ezek túl sokfélék és túl sok dimenziót adtak volna. És akkor, mint elakadt a tervezés, megfordítottuk a dolgot, és azt mondtuk, hogy ott van 78 darab intézkedés, amit ők levezettek valahogy. Fordítsuk meg a dolgot, nézzük meg, hogy most kivágjuk ezt a 78 intézkedést, próbáljuk meg önmagukba azokat struktúrálni. Vajon azokból milyen struktúra adódik? Ez egyfajta alulról építkezés. Van annak egy korszerű formája, amit a számítógépen. Természetesen az összevonásokat, mindenféle változásokat is okozott, és készült elég nagy munkával egy olyan fajta intézkedés lista, ami fönt ugye tartalmaz azt, amiről előbb beszéltünk, másmilyen formában van, de tulajdonképpen amit eddig bemutattam, csak most ugye széthúztam. És a másik oldalon kijött 10 darab kategória, ami az intermodálitáson és a közbiztonságon kívül gyakorlatilag a módokat jelenti, tehát különböző kollektív közlekedési módok, illetve közút, illetve teherszállítás és gyalogos, kerékpáros, stb. Na hát ez egy nagyon korszerűtlen rendszer, azt utána megállapítottuk két hónap munka után, és itt szétszakad a táblázat. Ideig jöttek a célok, és itt van hát négy beavatkozási terület, az infrastruktúra, a járművek, a szolgáltatások és az intézmények, amit előtte is meg tudtunk volna mondani, ehhez nem kellett volna célokat mondani. És itt vannak a közlekedési módok, amit szintén minden tankönyvben benne van, előtte is meg tudtunk volna mondani. Ez a táblázat ez így elszakad a céloktól, és nincs bizonyítva, hogy ami intézkedés itt megjelenik, annak köze van a célokhoz. Hát ha el akar szakadni, akkor szakítsuk el, helyette csináltunk egy ilyen táblázatot. Tehát a célokat úgy folytatnánk, hogy közben ezekre a beavatkozási területekre keressük, ezekben a rekeszekbe próbáljuk meg bedobálni az intézkedéseket, vagy amit abból kijavítunk, most már igazodva. És ez megtörtént, 56 intézkedésnek, annak a 56 intézkedésnek a címei, azok alkotják az operatív célokat, ugye ez szerepel a kötetben. Lineárisan a tartalmazásban ez úgy néz ki, hogy egymás után jönnek itt az átfogó cél, stratégiai célok, beavatkozási területek. A beavatkozási területek adják az alfejezeteket, az operatív célok adják azon belül a fejezeteket, illetve az intézkedések, az a következő dimenzió, az itt jelenik meg. Most itt említem meg, hogy négy intézkedés foglalkozik kerékpárral, a bubi rendszer az egyik, ami annak továbbfejlesztése, ugye az fér bele ide. A járművek, ez az intézmény kapcsán, a járművek szolgáltatásokban van benne. A járművek szerepel a kerékpárszállításra alkalmas járművek, illetve az infrastruktúránál szerepel egyrészt egy összefogó kerékpáros főhálózat, illetve a kerékpáros átjárhatóság és a városi melléküthálózat alkalmas áttétele kerékpározásra.
Tehát ez a négy pont szerepel az 56-ból, ami kerékpárt érni. Tehát ez az, amit elmondtam így a célrendszer, és akkor fennmaradó 2,5 percben megjegyezném, hogy ez a szófelhője ennek az egyeztetési anyagnak. Ugye angolul ez nem olyan szépen látszik, vagy magyarul ez nem olyan szépen látszik, mint angolul, mert a ragozott szavak ugye külön jelennek meg, de azért látszik, hogy Budapest városi közösségi közlekedési, ezek a domináns szavak benne, hát, és a kerékpáros elég nagy hangsúlya a szerepel. Arra felhívnám a figyelmet, ha már itt vagyunk. Egyébként kapott ezért negatív véleményt is a terv. Nyilván autóstól. Csak formálisan el tudom mondani, hogy az egyeztetési folyamat az elmúlt év vége felé zajlott. 271 valamiféle üzenet érkezett be, amit széttagolva 1340 körüli véleménynek tekintünk. Még nem teljesen fejeződött be a feldolgozás. Mindenféle vélemények voltak, nagyon sok a hasznos értő kiegészítés. Voltak ilyen öreg szakik, tuti válaszai, akik tudták volna, hogy hogy kellett volna csinálni, jó, miért volt együtt. A legtöbb az infrastruktúrával kapcsolatos első ponthoz kapcsolódott, de egyébként pontosan ezt kidolgozni, hogy melyik mennyit tartozik. Ez talán érdekes, hogy a vélemény iránytottsága 1/8 volt az, ami kifejezetten pozitív támogató, 1/8, ami kifejezetten negatív, és tulajdonképpen az összes többi, az mond valami problémát, de egy javaslatot is tesz hozzá, ezt úgy tekintettük, hogy ezek konstruktív kiegészítők, tehát ez egy jó fogadtatásnak tekinthető. És itt van a társadalmi egyeztetési folyamatnak is elkészítettük a szófelhőjét. Ugye részben ugyanazok vannak benne, közlekedési Budapest, de ami kiugrik a metró, rengetegen reklamálják a metró hosszabbítását, az alatt elképzelés, hogy itt most azért nem hatékony, mert nem épült tovább, és bezzek, ha tovább építenénk, akkor milyen jó lenne. Hát ebben nem vagyunk biztosak, hogy arra kell most 150 milliárdot pont, hogy 250-et költeni. A villamos kijön, hogy milyen nagy, kötött pályás kellene, lehetne, ilyen szava. Közösségi. Itt van együtt, hát most ezt nem hagyom sokáig fel, valaki akarja utána a vita kapcsán előveti. Köszönöm szépen a figyelmet!